Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Valahogy ide kell férnem. Szerintem a mai alkalommal befejezzük. Mármint ezt a témát, hogy a szenvedély tüzének a fönntartása, vagy pedig a kiégés útja az, ami vár ránk. És annyit most már csak ismétlésként éppen csak bevezetve azt, hogy miért is beszélünk erről, mert sémákról beszélünk, vagyis olyan érzésekről, gondolatokról, emlékekről, testi, fizikai állapotokról, amelyek bennünket valamikor gyerekkorban nagyon is jellemeztek az akkori életesemények miatt, és miután ez gyerekkorban számunkra nagyon erőteljes tapasztalatok révén alakult ki, ezek lehetnek egyszerű, nagyon egyszeri erőteljes tapasztalatok, de lehetnek hosszú ideig fönntartó, újból és újból és újból megélt élmények. Ezeknek a lenyomata természetszerűen bennünk megmarad, és ettől kezdve ez a lenyomat az összes többi tapasztalásunkat, érzékelésünket, érzésünket, gondolatunkat mind befolyásolja. Ezt nevezzük sémának. És az a séma, amiről most beszélünk, könyörtelen mérték, túlzó kritikusság. Itt jelenik az meg, hogy állandóan időszorítás, teljesítmény, nyomás alatt éljük meg magunkat, és az az elképzelésünk, ennek ugye megvan az előtörténete bennünk, hogy miért ez az elképzelésünk, hogy a 99% az nulla, a 100% meg éppen csak hogy jó. És aztán ezzel a mentalitással vagyunk magunkkal, meg másokkal, így aztán elég könnyen ki fogunk égni. Az már biztos. És aztán beszéltünk arról, hogy a kiégés az jellemezhet minket nem csak segítő foglalkozásuként, mint hogy a kiégés szakirodalma innen indult el, hanem apaként, férjként, anyaként, feleségként, nagymamaként, és még informatikusként is. Mindenféleképpen a kiégés jellemezhet bennünket. És hogy aztán így kezdtünk el beszélni arról, hogy nem tudatosan, még egy társkapcsolatban is tulajdonképpen megdolgozunk a kiégésünkért. Nem akarjuk, hogy így legyen, de mégiscsak ez történik. És akkor használtuk a három széket, most ezt ki is veszem, nem a feketét benn hagyom. Dezsőnek mennie kell. Ő most a kék szőrű malac. Szóval, így beszéltünk arról, hogy na akkor a vágy tüzének, a szenvedély tüzének a fönntartása, hogy ide rakhat, akkor na, most már, na, ha már csinálom, csinálom. Három szék. És tulajdonképpen 9 szék kellene, hogy a vágyakozás és a kielégülés alapélményeit is hozzuk csecse. Ez a csecse, ennél. Milyen? Nagyon úgy látszik, hogy egy erényes hangfalunk van. Tehát a csecsemő... Na, írd újra magad. Tehát a csecsemőkorból, magzati korból, csecsemőkorból hozott élményünk a vágyból, a vágyról és a kielégülésről. Ennek a tapasztalata bennünk van, akkor is a 30-70-80 évesek vagyunk, ha 81 akkor is. Azután természetesen a többi korszakok is, csak most kiemelek 3-at a fontosságuk miatt, aztán bennünk van az óvodáskor, vége iskoláskor eleje, ödipális korszaknak nevezzük, mert ott aztán a nemi érésünknek van egy nagy fordulata. Így aztán benne van a vágynak és a kielégülésnek az ebből a korszakból hozott összes tapasztalata, majd pedig egy nagyon fontos rész megint csak ez a serdülőkor, a vágynak és a kielégülésnek az összes tapasztalata itt van bennünk. Na és ezt hordozzuk magunkkal, és amikor a jelenben vagyunk, a jelenben egyszer csak megéljük azt, hogy az elején jó volt, de most már nem. Az elején nem bírtam ellenállni neked, hát most nagyon is bírok. És akkor itt jön egy újabb sor, ez pedig a csalódásnak az összes tapasztalata, a csalódásnak, a kudarcnak, a kielégületlenségnek, a magamra maradottságnak az összes élménye. Most áthozom ezt csecsemőkortól kezdve. Hát onnan szerezzük az alapélményünket. Mi volt az, hogy vágyakoztunk, és nem jött anya?
Hát onnan van alap tapasztalatunk. Valamire szükségünk volt, éhesek voltunk, szomjasak voltunk, viszketett a fenekünk, vagy nem tudom, nem tudtunk a büfivel mit kezdeni, de nem volt senki, aki segítsen. Hát a csalódásnak, az elhagyatottságnak, az árulásnak, a veszteségnek, a fájdaloknak és a kielégületlenségnek az alapélményeit hozzuk csecsemőkorból, csak azt nem tudom, hogy miért lelkesedek ezért annyira. Ugye elkezdtem mondani, éreztem, nem tudom, hogy ilyen lendületbe jöttem. Eszem, hogy elgondolkozom. Itt van aztán a második. Akkor természetesen, ahogyan onnan hoztuk az ödipális korszakból, az ödipális korszakból is hozzuk annak az összes fájdalmát, hogy anya nem lett a miénk, de még csak egy kicsit se, hogy apa nem mondta azt, hogy elhagy a vaját, érted? Te kis hercegnő. Hanem azt mondta, te vagy az én kis hercegnőm. Majd rátekintett az édesanyámra, és azt mondta, hogy gyere. Hát ez egy... a kielégületlenségnek, a vágy kudarcba fulladásának egy szörnyűséges élménye 5 éves korból. Ezt is magunkkal visszük. És aztán itt van a serdülőkori összes tapasztalatunk erre vonatkozóan. Há, hogy az volt bennünk a vágy, hogy úgy szeretnék lenni, mint apa. De van egy hasonló vágy. Semmiképp nem leszek olyan, mint az apám. Ez is egy komoly vágy. Van, akit egy életen keresztül űzés hajt. És akkor egyszer csak megházasodt, és ez a vezér motívumot, hogy én nem fogom úgy elszúrni, mint az apám. Az apám egy morális antitalentum volt. Ez egy szép kifejezése valaminek, amit csúnyában is mondhatnám. De hát ugye a lojalitás nagy dolog, tehát így fogalmazzuk meg. És akkor egyszer csak, ott már van egy 2 éves kisgyereked, meg van feleséged, meg az összes többi, és ahogy ott dühöngsz otthon, szintiszta az apádat hallod. És egyszer csak valójának összes csalódása ér, nem sikerült nem olyannak lenni, mint az apám. Tehát itt hordozzuk az összes csalódásnak, veszteségnek, kielégületlenségnek az élményeit és tapasztalatait. De az a szép, hogy van ez a sárga lábú szék. És nem kezdek el reppelni. De érzek késztetés rá, csak visszafogom magam. De csak a lábam miatt, hogy a vágy, csalódás, veszteség, kielégületlenség, de közben pedig van egy harmadik lépés. És a harmadik lépés, ez az, ami tulajdonképpen az előadásban is, vagy az alkalmankon, most az utolsó néhány előadásban, vagy mi az alkalom, na, hogy mindig megjelenik, hogy nem muszáj itt rekedni, mert van, aki itt reked. Valahogy ennél a gyermeki, vagy csecsemőkori, serdülőkori vágyakozásainál, és a szülei idealizálásánál, és ennél rekedek, és akkor kell, hogy legyen az igazi kell, hogy legyen, de most 2 éve élek együtt, és nem tudom én Dezsővel, és már nem ő az igazi, már érzem, mert nem érzem. Ugye, de ezt itt mondom. Tehát ha ő lenne az igazi, nem így érezném magam, hogy nem érzem magam úgy, ahogy akkor érezném magam, hogyha ő lenne az igazi. Most már nem érzem így, akkor nem ő az igazi, és akkor újból és újból döntünk a gyerekkori előzetes élményeink mellett, a vágy mellett, hogy ez muszáj, hogy ez úgy legyen, ahogy muszáj. És akkor itt hozzuk a sort, mert mindjárt idézem. Úgy, hogy erőfeszítés nélkül, gond nélkül, baj nélkül, csak úgy a vágyaimmal teremt, egyszer csak történjen meg, és... Van, akihez ragaszkodik egy életen keresztül, és a csalódásaiból mindig visszaül ide, és azt mondja, kell, hogy legyen. Ezt picit hasonlónak látom, mint amikor múltkor kijavítottatok. Mit mondtam én, hogy ne neves korán? És erre valaki azt mondta, az nem az a neve. Kinevet a végén. És eszembe jutott Edward de Bono a gondolkozási típusokról. Van olyan, hogy lényeglátó gondolkozás. De kétség kívül, aki kijavította ezt a megjegyzésemet, hogy nem ne neves korán, hanem kinevett a végén, vagy fordítva, én erre nem is emlékszem. Létezik olyan, hogy a nehézségekkel, a hibákkal és tévedésekkel számotvető gondolkozásmód. Hát ő abban volt. Jó, ezt nem tudom, miért mondtam el, csak úgy. Talán lehet, hogy ez a sérelem itt, ez a hiány, ez a szenvedés, amit itt átéltem, hogy ide adom a lelkem, ti meg... Kinevet a végén, atya? Jó, majd ezen is gondolkozom, elég sűrű éjszakám lesz.
Tehát van, aki itt reked, és azt mondja, hogy ez, muszáj, hogy ennek lennie, és akkor valahogy megpróbálunk újból és újból, szinte azzal a naivitással, a szerelem idealizálással, a romantikának a fölemelésével, és magasztosítással, és mindennel úgy csinálni, mintha ez nem lenne, nem, hagyjuk a csalódást, a veszteséget, csináljuk úgy, mintha nem lenne, nem, mert muszáj, hogy kell, hogy legyen az igazi, és akkor szoktatok biztos olvasni, hogy 70-80-90 éves emberek mondják, hogy keresem az igazit. Ja, biztos olvastatok már ilyen cikkeket, én már olvastam, pedig nem sok ilyen cikket olvasok. Azért nem, mert mindig rákeresek, és akkor már csak célirányosan. Van, aki nagyon itt reked, na, de aztán, hogy ne, na, mindegy, gyerünk, tempó, mert azt ígértem, hogy befejezem, nem ígértem, csak azt gyanítottam. És akkor itt van, aki a veszteségnél akad el. Ugye megéli azt, hogy vágyott ő, szerette volna, hogy az legyen, és hogy beteljesedjen, és magától, és... De hát, na, az élet meg nem ilyen, öcsi sajtok. Nem ilyen. Na, ezt higgyétek el, én vagyok. Na, Lópici Gáspár. Ő az, vagy valaki más? Emelje föl a kezét, nem a Lópici Gáspár. Hanem, hát azért kult, úgy hívják, ugye? Na, hát azért az 50 év, az, látjátok, hogy nem telt el eredménytelenül. Lópici Gáspár, Lópici Gáspár, ugye jó, egy picit majdnem összetévesztettem az orizatriznyákkal, de aztán, vagyis lehet, hogy már 6 évesen, 8 évesen, 18, 28, 35, azt mondod, és a végérvényesen beláttam, hogy az egész sor, hogy vágyakozni, és hogy magától, meg az élet adjon valami jót, és feltétel nélküli szeretet, meg ugyan már, ne szórakozzunk, hagyjuk már ezt az egész. Te volt a házas vegyén, na akkor ne szövegeljél, minden, hogy teljesednek be a vágyaink, tudod, mennyi haza, hülye gyerek. Hogy te, persze, majd te mondod meg, mi Ferenc atya, köszönöm. Szóval van, aki itt reked egy életen át, annál, hogy a csalódás, hogy úgyse teljesedik be, hát az egésznek semmi, semmi teteje nincs ennek az egésznek. Jó, lehet róla szövegelni, csak nincs így. Jó, hát na, ennyi. Na. Hát nem szívesen maradok azért itt, és a... Itt valami sárga lábú székünk, a szépünk, és azt mondja, hogy ezt se fogom folytatni, és hogy létezik az, hogy valahogyan megőrizzük a vágyainkat, valahogyan megőrizzük, nem mondjuk azt, hogy nem létezik olyan, hogy csak úgy magától, meg föltétel nélkül, őrizzük ezt a vágyat csecsemőkorból, de közben őrizzük a fájdalmat, a veszteséget, ez is bennünk van, és közben valahogy ennek az egésznek a dinamikáját kézben tudva tartani, valahogy mégiscsak élünk. És megéljük azt, hogy valahogy mindez hogyan tesz teljesebbé. Hogyan tudunk boldogok lenni azzal együtt, hogy ez is így van, meg ez is így van. Hogy tudunk jól lenni ezzel együtt. Ezt látom izgalmasnak. Ugye most csak azt a lassabban tudok fordulni, be van fástízva a lábam. Tényleg be van, megroppant a térdem. Csak úgy csinálok, mintha nem, hogy ez volt még itt múltkor, hogy ugye erőfeszítés nélkül, és hallottam egy olyan gyönyörű történetet erről, hogy ugye ez a vágyunk erőfeszítés nélkül szeressenek, akkor rájövünk, hogy ugyan már, na hát ez nincsen, mert tele vagyunk elvárásokkal, majd kérem szépen, jön is az előadás, ezt kértétek. Ugye, hogy így van, ezt kértétek, én néztem, fölmentem a honlapra, fölmentem, és azt néztem, Kozma Vízkeletei Dánieltől azt kértétek, hogy elvárások a társkapcsolatban. Na végre, megtudjuk, hogy kell azért, hogy bele tolni az elvárásokat. Az jó is az. Na jó, erről mindig mindenre egy csomó történet jut eszembe, de most fegyelmezem magam, nem tudom, hogy miért, de ezt teszem. A történet így szól. ide ülök itt a történet. Valóban, hogy egy fiatal nő, egy olyan sportos, belevaló csajszi, na, 1930-as évek.
elszenved egy nagyon súlyos balesetet. A nagyon súlyos baleset körülbelül ott a határán lebeg, hogy egyáltalán életben marad el. Életben marad, azt mondják az orvosok neki, meg a többieknek, hogy mozgássérült marad, nem fog tudni talpra állni, nem úgy járni. Örökre tolószék, kerekes szék. Na, kerekes szék. Ez a... Még akkor inkább itt vagyunk, hogy ott volt a vágy, itt a nehézség, és akkor ő azt mondja, hogy hát én nem maradok itt. És erőnek erejével, miközben az orvosok azt mondják, hogy sosem fog tudni fölállni, föláll. Föláll, és megtanul menni, megtanul járni, valahogy nehezen, és aztán kiegyenesedve, és utána elindul, és azt mondja, hogy... És elkezd futni. És a fejébe veszi, hogy ő elindul az olimpián. És akkor arra gondol, hogy hát mi az, amit ő bírna, 100 méter. Ugye, hát ilyen nyomorult, hogy fussak egy maratont, na. Van ott Gógyi, azt mondja, nem, a száz, egészségedre. Igen, ez normális. Hogy ő lefutja a 100 métert, szeretne döntőbe kerülni. Igen ám, de ahogyan megpróbál lemenni a rajtgépbe, kiderül, hogy a sérülései miatt nem tud. Hogy olyan maradandó sérülései vannak, hogy nem bír bemenni a rajtgépbe. Egyszerűen nem tud letérdelni. Tehát lehetetlen, hogy a 100 méteren el tudjon indulni, mert nem tud elindulni. Következő gondolata itt a veszteség, fájdalom, kudarc, csalódás, kielégületlenség. Azt mondja, jó, hát akkor milyen jó, hogy van 4x100-as váltó, mert ott a második, harmadik, meg negyedik ember álló rajtból megy. Ott nem kell letérdelni. És azt mondja, nagyon jó, most már ezt hagyja abba, de nem hagyja abba, elkezd edzeni, azt mondja, hát milyen nagyszerű, 4x100, hát ott még olimpiai bajnok is lehetek. Edz, végül is mindenki őrültnek tartja, nem baj, ő azért bekerül az olimpiai csapatba. 1936, berlini olimpia, ő a harmadik futó. És az történik, hogy zseniálisan jól fut, a kanyarban majdnem eléri a német csapatnak a harmadik emberét. A németek a legnagyobb favoritok, mindenki már előre kiadja nekik az olimpiai aranyérmet, vezet neki is, nem éri utól, csak egész jól megközelíti. És a harmadik, negyedik váltásnál a német csapat eldobja a botot. És az amerikaiak olimpiai bajnokok lesznek 36-ban Berlinben, és a harmadik futó ez a fiatal nő, aki annyira sérült, hogy le se bír térdelni a rajtgépbe. És olimpiai bajnok lesz 4x100-an. Hát, ne, akkor nem térdelek, akkor csak úgy futok. Tehát lehetséges az, hogy valaki itt reked egy életen keresztül, és mondja, jöjjön már, hogy én ismerem az életet, ne szövegeljen nekem akárki. Mit magyaráznak? Ők megélték volna, amit én. Ugye ez? Bent maradni, ragadni a veszteségben, fájdalomban, kielégületlenségben. De létezik a sárga lábú szék, hogy valahogy be tud teljesedni, valahogy. Teljesen úgy, ahogy csecsemőként nem. Teljesen úgy nem. De valami abból mégiscsak. Nem tudom, hogy ti szeretitek-e a tavaszt. Hogy ez érdekes, hogy csak a nők reagáltok a férfiak. Ezért éltek hosszabban egyébként. Nem csak azért szeretik a tavaszt, hanem mert vannak reakcióitok. Na, ezek így vannak, csak ilyen hülyéskedve mondom. Hogy ugye itt az a csecsemőkori vágyunk, most nem rakosgatom a széket, értitek, hogy csak úgy történjen meg valami jó, és elégüljön ki, és ne kell semmit csinálni, és föltétel nélkül. És amikor tavasszal, hát valami ilyesmi megtörténik, nem? Hogy ölbetett kézzel nézed, hogy napról napra látszik, ahogy minden virág elhervad, ezt lehet látni, ezt. Kinyílt a télle, kinyílt a tulipán, rendben van. 10-ből 8 kinyílt, annyi neki, annyi. Még a hűvös helyen 2 kókadozik, annak is annyi lesz. Azt akkor nézhetem a hülye zöldjét még egy hónapig. Ó, van, ez is 2 hetet virágzott. Na, ennyi. Holland tulipán, persze, holland tulipán.
Elvirágzik, öcsi sajtok, elvirágzik. Na jó, szóval nem tudom, hol tartok, ezért... De tudom, hol. Tessék, a tavasz, hogy amíg... Jó, valaki azért a tavasz 17 pillanatánál. Jó, hát akkor van még 16. Akkor beszéljünk most a hóvirágról, a kis fejecskéjéről. Jó, most ebben nem tényleg abba hagyom. Azt mondja, erőfeszítés nélkül ez volt, és akkor most már csak tudatosság nélkül, konfliktus és gond nélkül, legyen, nem ez. Legyen megoldás az életemre. Emlékeztek, itt volt ez a vágy, hogy legyen minden rendben. Minden. És akkor ilyenkor mindig a sekrestés barátom jut eszembe. Feri, minden oké? Ilyenkor a fekete székre átülök. Sosincs olyan, hogy minden oké. Ébresztő, kis csecsemő. Nincs, hogy minden oké. Jó? Tehát itt akkor ez volt a vágy, hogy akkor legyen minden rendben, konfliktus nélkül, legyen megoldás az életemre. Jó, mi az, amiről... Na, csá! Ez a legyen megoldás az életemre, olyan szépet mond a Viktor Emmanuel Frankl, látjad, három neve van. Ő azt mondja, hogy amikor itt kétségbe esünk, hogy nem ő az igazi, hogy nem is úgy szeret, hogy alapvető szükségleteimre nem tud pozitívan válaszolni, hogy hiába mondja, hogy ő az igazi, nincs is kedvem a velem lenni, nincs kedve meghallgatni, nincs kedve szeretkezni velem, hát akkor mitől ő az igazi? Na! Ő azt mondja, minden kétségbeesés mögött valaminek az istenítése rejlik. Ezt mondjuk itt, a lélektan szakemberei úgy mondanák, nem mintha ő nem lenne az, hogy idealizálása, valaminek az idealizálása, azt mondom, hogy ennek muszáj így lennie ez az istenítés. Muszáj, hogy ez meglegyen, muszáj, hogy ő adja, muszáj, hogy ezt tőle kapjam. Valaminek az istenítése vezet a kétségbeeséshez. Azt mondom, ha ez nincs, ha ez nem történik meg, ha nem szeret, ha elhagy, ha nem kapom meg tőle, ha nem vesz észre, ha nem adja meg, akkor mindennek vége. Ez a mindennek vége, ez egy gyerekkori átélés, hogy mindennek vége. Ugye? Mert itt az a vágyam, hogy minden legyen jó. És hogyha nem úgy szeretsz, vagy nem, akkor meg mindennek vége. Az azt jelenti, hogy ebben a sorban ülsz. Hogy a gyerekkori vágyadnál, és éppen most élted meg, hogy az nem teljesedik be. Nem úgy, ahogy gondoltad. Ilyenkor mondjuk azt, hogy mindennek vége. Hát sosincs mindennek vége. Ugye erre pedig, tudnám ki mondta, mert tudom egyébként, Schopenhauer, a nagy filozófus, tényleg így van, azt mondja, a legtöbb ember a saját korlátait a világ korlátainak tartja. Tehát amikor azt mondom, hogy minden vége, valójában ez azt jelenti, hogy most nagyon beszűkült állapotban vagyok, és hát pontosan eljutottam a magam határaig és korlátaig. Bele is ütköztem, és azt mondtam, hogy hát annak a világnak, amit én itt eddig elgondoltam, meg megéltem, tényleg vége. De nem a mindennek van vége, hanem ennek a szűk világnak, amiben eddig leleckedtem. Annak tényleg vége van. Csak ezt így élem meg, hogy mindennek vége. És akkor, tehát, jó, jöjjön a következő. Azt mondja, mert ez kiegészíti az előzőt, hogy minden legyen oké, minden legyen rendben, te mindent adjál meg, ugye egy szemében, ezt már nem is ragozom. Itt pedig az van, hogy végérvényesen, örökké, és ezt, minthogyha meg is erősítenék, mondjuk a házastársi eskünél. Hol Tomiglan? Hát, hogy a kedves ismerősöm mondta, hogy nagyon belehúzott, hogy látszott, mint a székely asszony. Hogy azért az eskü csak úgy mondta, hogy az csak jó jöjjön ki belőle. Mert azért, hogy kicsit cifrán azt mondja, hogy s téged el nem hagylak, semmiféle bajban, hol Tomiglan, hol Tomiglan.
ügyes. Ugye, jó, hát ismeritek a viccet. Ugye, mondja a székely azt, hogy napja, egyikünk meghó, én beköltözök a városba. Ez olyan. Tehát itt az a vágyunk, hogy akkor örökké, örökérvényűen. Ugye, és a pap is elmondja ezt a jegyes csoport legelején, nem tudom mikor mondja el meg, hogy van egy jegyes csoport, de ha ez mind van, akkor elmondja valószínűleg, hogy hát akkor örökérvényű. Na azt mondjuk, na ez az. Örökérvényűen. Maradandóan, végérvényesen rendeződjön el. Örökérvényűen, ez itt a vágyunk, örökérvényűen. És akkor itt most visszahozom a három széket. Mi ez, hogy örökérvényűség? Hogyha benne vagyunk a csecsemőkori, és óvodáskori, és serdülőkori dinamikánkban, akkor az, hát akkor ide ülök, hűn vagyok, egy grandiózus csecsemő. Az örök érvényűen azt jelenti, hogy nincs is idő perspektívám. Nincs. A most van. A most van, a jelen van. Ezért, ha valami beteljesedik, akkor azt élem meg, hogy most minden megvan örök érvényű. Há. Erről sokat beszéltünk már, hogy valamikor az iskoláskor legelején jelenik meg egyáltalán, hogy időben vagyunk képesek gondolkodni. Ezért egy pici csecsemő, nem tudom, hogy nektek van-e élményetek a rácsos ágyban eltöltött időkről. Egy picit odébb megyek, bár mondjuk inkább itt kéne maradnom. Nekem van. Éppen egy hónappal ezelőtt följött egy élményem a rácsos ágyról. Az egyáltalán nem olyan, mint a rácsos süti. Rácsos süti, oké. Rácsos ágy, nagyon nem oké. Szegény édesanyám, ikreket szült. Ja, akinek vannak ikrei, azt szokta volt mondani, hogy melós. Hát minden tiszteletem az anyukámé. És szerintem úgy szabadult meg néha tőlünk, a néha az egy blaszfémia. De nekem nem volt olyan kicsi koromban ilyen kis zenemütyűr, hogy berakott minket a rácsos ágyba. Az az érdekes, hogy a rácsos ágyban eltöltött élményeimben szinte mindig egyedül vagyok. Hát pedig van egy ikertesom. Elvileg őnek is ott kellett lenni egy másik rácsos ágyba, de látnivalóan az életkori sajátosság, hogy nem, ez az érzékelésem szinte nincs meg, csak az, hogy én egyedül vagyok. És tudjátok, mit csináltam? Annyira unatkoztam, majd meg őrültem, hát aludj, Ferikém! Hát. Hát nézzetek meg, ez az aludj, Ferikém, pont ez. Szóval, jó, hát akkor az aludj Ferikém az annyi volt, hogy ők akkor, nem tudom én, dohányoztak a nagyszobában, nem tudom, a többit nem tudom, hát nem tudom, nézték a egyszám adót biztos, már a műsor, nem az adót, távcsővel, lakitele. Hogy, szóval, a rácsos ágybéli élmény, nem fogom befejezni, de befogom. Majd most ez, jó? A rácsos ágybéli élményem az, hogy olyan mozgás hiányom van, most hirtelen összekötöttem ezt egy másik élményemmel, hogy egy egyszobás lakásban laktunk az Andrássy úton, egy pici szoba, ilyen garzonszerű, tehát kicsi egy, és akkor két rácsos ágy fért el benne, értitek? Azért az megvolt, a rácsos ágy meg, ez anélkül is gyereknevelés. És az a család történeti sztori, hogy mikor elvittek a nagymamánkhoz, ahol több szoba volt, egy nap alatt tanultunk meg járni. Hát akkor azért indirekt módon arra következtettek, hogy kicsit sok volt az a rácsos ágy. És az az élményem, és világosan emlékszem, hát nem tudom, hát biztos egy éves, nem kettő, hát akkor voltam a rácsos ágyban, utána már mit értitek, akkor már szétrágtam. Hogy ott, hogy valahogy ne unatkozzak meg, ez a nagy mozgás ilyen, elkezdtem ezt csinálni.
Ugye a hintázás nem véletlen az. Ugye csak én nem így hintáztottam, mert kicsit azért szorongatóbb helyzet volt az a sok rács. Tehát én... Majd kifizetem. Ezt csináltam, egész most ez jó érzés egyébként, az a... Tényleg. Próbáljátok ki otthon. De tényleg, hát ne legyenek egy nyulak. Nem, a szomszéd mit szól, nyugodtan csináljátok. Nem tudom, ez egy ilyen alkalom. Na. Néha úgy van, hogy így van, és akkor úgy van, és akkor ennyi. Ha néha nagyon elsózod, akkor is megeszed, ha éhes vagy, nem? Szóval, szavomat ne felejtsem, hogy ezt csináltam, és most mondom, de hogy ez így volt, ez döbbenetes, nem tudom, miért nevetek rajta, talán mert innen nézem már ezt az eseménysort, jó esetben. Vagy ez a kiégés 8. lépése, amikor tényleg majd azt gondolom, hogy eljutunk egészen a 8. lépésig a kiégésbe, hát messze vagyunk tőle. Már én közel, csak ti vagytok messze. Hogy ott van az, hogy már komolyan nem tud beszélni, már mindenből valami hülyeséget csinál, vagy tréfálkozik. Ez aki nagyon kiégett, van így. Ugye, hogy már nem tud épeszénél lenni, már csak mindenből valami, hogy egy kicsit stimulálja magát az életre. Na. Jó van, Feri, ez a harmadik témád ma estére. Szóval, ott ráztam ezt a rácsos ágyat, és... Jó, hát nálunk szép parketta volt, mert értitek, mégiscsak azért az Andrássy úton, azért ott volt a parketta. Halszálkással lerakva szépen. Na most, akkor anyukám, jó édes anyám, ez a pedagógiai nem annyira teli találata. Hát ez úgy, valaki elkezd lövöldözni, először csak úgy, ugye? Most olvastam, egy gyerek lelőtte a betörő lábát. Hát jó, de állítólag 12-jére találta el a lábát. Hát most... Tényleg, és utána kirögt, azt mondja. Hát gondolom a stressz miatt. Na, és... Tehát édesanyám az nem volt annyira fölkészülve. Hát miért? Hát stewardess volt, hát annak semmi köze a gyerekneveléshez. És... Az történt, hogy szólt apámnak. Ugye ez már bajos, ugye? Hogy egy anya azt mondja, hogy az apám jobban ért hozzá, vagy mi az én, tehát olyan férjem. És akkor egyszer csak apukám megjelent. Ha jól emlékszem, 8 darab elalakú fémdarabbal, mindegyik fémdarabon 2-2 lyuk, és az apukám, anyukám kérésére a rácsos ágyat lecsavarozta. Azért ez, hogy mondjam, nem olyan, ugye? Ez nem egy óceán érzés itt. Hát, hogy, és akkor, ugye kis hülye gyerek, na. Hát ez, tehát még az az élmény sincs meg, hogy legalább értitek ez a... Ez olyan, amikor befagy az egész óceán. És... Hát és akkor még az orosz atomtenger alatt járó jöjjön ott kimenteni, ilyen még nem volt. Ezt miért mondtam el? Hogy ezt kérdezett? Ezt nem tudjuk, de lehet, hogy nem is fontos. Mindennek fontosnak kell lennie? Nem. Néha csak úgy vagyunk, ugye? Élvezzük az életet, nem töprengünk azon, hogy ez most fontos-e vagy nem. Hanem végérvényesen rendeződjön el ez a témánk, örök érvényűen, örökké varóan. És közben akkor itt van ez a vágyunk, hogy ez a végérvényesség, látjátok, az idő perspektíva hiányából fakad, hogy azt mondjuk, hogy örök és végérvényesen, mert hogy ennek így kell, akkor így, csak így jó, csak így, és... Hármat kell még aludnod, Borikám. Hármat aludni? Ebből az aludnit érti, a hármat nem. Ugye, de hát ilyenkor mégiscsak az, hogy a szeretet miatt bólogat a gyerek. Hármat, igen, hármat, az mennyi?
És nézd, elmondom, mi az, hogy három. Jó. Na jó, gyerünk. Hát a három az az, 3x24 óra, érted? Na. Most már aludjál. 3x24 óra. Na. Mi történik itt? Hogy élhetjük át azt, hogy nem rekedünk meg abban, hogy a gyermekkori vágyainknak úgy kell beteljesednie, mint ahogy egy gyerek átéli a beteljesedést, és mindig, és akkor az igazi, és akkor a jó, és akkor, de nem rekedünk meg a vesztességnél sem. Annál, hogy lecsavarozták a rácsoságyat, hogy nincs, hogy vége, hogy még az sincs, amiről gondoltad, hogy van. Itt is meg lehet rekedni. De a harmadik, például, megint csak Viktor Frankl, hogy mikor emberekkel beszélgetett, akik nagyon nagy veszteségeket éltek meg, és olyan nagy veszteség során nem egyszer regrediálódunk. Vagyis éppen az történik a veszteség miatt, vagy a fájdalom miatt, vagy egy nagyon erős érzelmi nyomás miatt, hogy visszacsúszunk a személyiség fejlődésnek valami korai szakaszára. Hát pont ez a regresszió, vagy regrediálódás. És akkor nem egyszer ezt kérdezte ezektől a klienseitől, mondták, hogy mindennek vége. Hogy most hozdom a leletet, rák. Meghalt a férjem, vége mindennek. Elköltöztek a gyerekek, mindennek vége. Hú, a férje csak lesz nagy szemekkel. Hogy akkor nem egyszer azt kérdezte, hogy mindennek vége. De mi az a minden, aminek vége van? És akkor azért mi az a minden? Hát a minden az, hogy ölelem a pici babát, és ringatom, nem szülök már többet. Ha nem szülök már többet, ha már klimaxon túl vagyok. Nem szülök többet, az is egy veszteség. Már nem fogom ezt csinálni. A sajátommal. Hát ha van olyan, hogy saját. Hát és akkor már nem is szoptatok, az is egy veszteség. Már nem nézem, hogy nő föl, már nőidesek is pöttyök. Hanem már nagy, pöttyök, persze, pöttyök. Nagy hógolyók. Hidegek, csak elgurulnak otthonról. A Carl Gustav Jungnak volt egy olyan szép gondolata. Azt mondja, érdemes volna tudni a szülőknek, hogy olyanok, mint egy érett gyümölcsfa. Ősszel a termés már magától is leesik. Az a normális. Fogom, hogy megérett a gyümölcs, és eddig kellett ott lenni a fát. Most már nem kell ott lennie. És az az érdekes, képzétek el, hogy egy kertészmérnöktől hallottam, hogy az a gyümölcs, ami van köztetek kertészmérnök? Van. Tényleg? Most bocsássatok meg nekünk, most van a pillanat, értitek? Most nem bírok ellenállni, és most, hogy... Te hallottad-e, hogy a fán télire fönnmaradt gyümölcsnek van-e valamilyen elnevezése? Igen, igen, én is így tudom. Egy kertészmérnök ismerősönt hallottam a következőt, hogy tényleg, fásli. Jó, rugalmas mulpója. Igen, hát most mindenféle sváb kifejezésekkel ne illessük ezt a rugalmas mulpója. Hogy azt mondja, a télen fönnmaradó gyümölcs a fán, ugye hát tudjátok milyen, azt mondja, múmia. Múmia. Szóval fönnmarad a gyümölcs, le kell szedni a múmiákat. A múmia lett belőle. De micsoda egy zseniális. Hogy itt akkor átélem ezt a veszteséget, a gyerekek elmennek, elköltöznek, vége mindennek. És akkor Frankl azt kérdezi, hát akkor mi ez a minden? És akkor hát ilyenkor mégiscsak lesz egy ilyen lelkesül, hát a minden az, hogy gyerek, és itt van, és játszik velem, és jön, és szalad, és anya, és palacsinta, és tejbegríz, és tegnap kaptam madártejet.
volt rajta 6 felhő. Jó nagy, bárányosak. És akkor, hogy Frankl megkérdezi, hogy jó, de mi az a minden, és akkor az anya mondja, hogy hát ez a minden, meg az apa is, az a minden, az ez, és ez, és ez, és ez. És akkor Frankl azt kérdezi, hogy most látom, hogy nagyon könnyű volt ezekre a dolgokra visszaemlékezni. Ja, hát persze, hogy könnyű volt, hát itt él bennem pont, az annyira fáj, hogy ez többé nem lesz. De hát akkor ez azt jelenti, hogy ez ugye már megtörtént. Hát persze, hogy megtörtént, hát ha megtörtént, egészségedre. Akkor az már elvehetetlen. Ha megtörtént, akkor az már maradandó. Az már végérvényesen úgy van. Hát az már megtörtént. Hát az már a tied. Hát az már te életed része. Még ha akarnád is, akkor is az életed része. Az már benned van, az megtörtént, az átélted, maradandó, végérvényes, visszavonhatatlan. Például elnyerhetjük úgy itt a harmadik lépésben azt, hogy van a vágy, és van a csalódás, a veszteség, és a kielégületlenség, hogy azt mondjuk, na jó, de nagyon sok minden van az életemben, ami már megtörtént. Maradandó és végérvényes. Ott azt akartam, hogy örökérvényűen, itt rájöttem, hogy hát, sok minden azért nem úgy van, mint ahogy gyerekként az örökérvényűséget gondoltam, de hogy valahogy mégiscsak van, nem pont úgy, hanem így. Úgy ezen a széken ezt éljük meg, nem pont úgy, hanem így. Jó van. Azt mondja. Az jut eszembe, hogy hogyan éljük meg a szeretetet, hogy ugye a kutatók erről beszélnek, hogy a szeretet megélése, hogy észrevesznek bennünket, mikor termelődnek azok a hormonok, amitől elkezdünk boldogok lenni egy kapcsolatban. Hogy észrevesznek minket, hogy figyelnek ránk, figyelmesek velünk, hogy megbecsülnek és tisztelnek, és ezt kifejezik, gondoskodnak és törődnek rólunk, és emberszámba vesznek, személynek tekintenek. Nem csak valamilyen szükségletünk kielégítésének az eszköze, ként tekintenek ránk. Hogyha nézzük ezt a 4 alapvető dolgot, hogy tulajdonképpen ebben mind ott van az, hogy van benne valami cselekvés, valami történés, hogy megint észreveszlek, és megint észreveszlek, és még mindig észreveszlek. Hogy az örök érvényűség nem az, hogy na egyszer észrevettelek, azt annyi elégedj meg vele. Hanem a szeretetnek az a tapasztalata, hogy de jól esik, hogy sokadjára is megkérdezted, hogy hogy vagyok. És ebben valami, elkezdünk megélni valami maradandóságot. Hogy azt gondolom, hogy ameddig mi együtt vagyunk, addig én részesülhetek abban, hogy amíg te tudsz, vasárnap megfőzöd az ebédet. És azt mondja, igen, meg akarom főzni az ebédet. Mert gyerekkorból hozom azt az élményt a süteményről. Hogy elmegyek a cukrászdába, és a sütemény mindig ugyanaz, hogy megyek, kérem a dobostortát, hogy megvan a kedvenc sütim, és mintha ez az örökké valóság így lenne, nem érzékelem még, hogy ez egy bolt, amit be lehet zárni, vagy meghalhat a cukrász, és más lesz a dobos. Hogy például a nagymamám azt csinálta, nagyon aranyos volt, mert mikor mentem hozzá, akkor ő előtte szép lassan úriasszony módjára lement a cukiba, ő hívta ezt így, a cukiba, és vett az unokájának egy darab Stefániát, hozzá 3 deci traubiszódát. Azt berakta a hűtőszekrénybe, nagymamámnál a hűtőszekrény hőfoka mindig durván hideg volt. Én szerintem akkor lettem buborékfüggő. Tényleg. És akkor elmentem a nagymámhoz, és akkor mindig eljött a pillanat, amikor megkérdezte, de mindig valahogy ugyanúgy, hogy süti? És akkor süti. És akkor volt egy idő, amikor már ő neki nehezére esett fölállni, mert ami könnyen ment neki, addig mindig kiment, és akkor kis szalvétával. Szalvétával, kis villával lerakta, és akkor Stefánia. Traubi.
boldogság receptje. Hogy ennek a rítusa valahogy az örökkévalóságnak az élményét hozta számomra, a rítus. Nem véletlen, hogy milyen nagy ereje van annak, hogy van valamilyen hagyomány, vannak rítusok és rituálék, és évenként visszatérnek, és akkor megint, és akkor megint, és megint, és hogy ezek itt hogyan hozzák meg valahogy az örökké valóságnak az élményét. Hogy de jó ez. És aztán, és a sütiről eszembe jutott egy másik süti. Hogy annyira bennem van, az ránézek a Stefániára, és akkor a nagymamám, meg ez az örökké, ez mindig, amíg a nagymamám van Stefánia, és akkor Rákos lett a nagymamám. És valahogy neki is annyira fontos volt, hogy ez legyen, hogy mindig annyi ereje volt, hogy a pénztárcájából természetesen mindig mellette volt a női táskája, a női táskában mindig ott volt minden, aminek lennie kell, és akkor azt mondjuk a pénztárcájából kivette a megfelelő összeget, és már ő azért oda rakta a kis asztalra, hogy amikor megjövök, akkor kedvesen azt mondja, hogy menj majd le a cukiba. És akkor az esett neki jól, hogy én ott voltam nála, akkor valamikor leugrottam a cukrászdába, amiért még 3 perc volt, visszajöttem, és előtte ettem meg. És ez egy rituálé volt, megenni a Stefániát, és megenni a Traubiszólen. És hogy ez nem csak nekem van így, ezt onnan sejtem. Jó, hát lehet, hogy nektek dobostorta, tehát nem akarok beleavatkozni az életetekbe. Hogy volt egy kedves ismerősöm, beszéltem róla többször, most átülök ide a veszteség székbe, mert nem él már. Egy mozgássérült és légzésbénult nő, hát lánynak mondanám szívem szerint, hogy pici volt, és nagyon maga tehetetlen, de idősebb volt nálam 6 évvel. És éveken keresztül mindig hoztuk, vittük, mentünk, és talán ezt, hogyha régebb óta vagytok, akkor ezt tudjátok, hogy már nem tudom, hány éve jártam hozzá újból és újból, fönt feküdt a Baba utcába, és egyszer csak valahogy szóba került, hogy te tulajdonképpen te honnan származol? Akkor mondja, hogy hát te Hódmezővásárhelyről. Hú, hát az nem itt van. De, és mikor, hogy jöttél el Hódmezővásárhelyről? Azt mondja, hogy 1 évesen kapta meg a gyermekbénulást Helynemedin, mégpedig azért, mert ott volt egy nem elég jó széria oltás. Ezért ott a 60-61-ben történt még egy én így tudom. És akkor azt mondja, hogy hát kezdtem ott nem levegőt kapni, kezdtem megbénulni gyorsan a szüleim, és hogy helikopterrel hoztak föl Pestre, én azóta itt vagyok. Mondom, jó, ezt értem, és akkor mikor mész haza? Hát engem elhoztak 1 éves koromban a kórházba, én azóta nem voltam otthon. Volt akkor több mint 30 éves. És akkor, na, tudjátok, ilyenkor engem olyan ilyen harctéri idegesség elfog. Hát, és akkor összebeszéltem egy barátommal, hogy ugye személyautóval nem is lehetett őt szállítani. Tehát kellett hozzá, akkor béreltünk egy barkaszt. Ha ez megvan még nektek, egy barkasz. Kávészínű. Mogyoró. Nem, mogyorószínű. És akkor mentünk, toltuk a barkasszal, ugye folyamatosan kellett pumpálni. Na, 30 év után el tudott jutni Hódmezővásárhelyre. És akkor otthon aludt. És megvan bennem ez az élmény, hogy mi ott valami külső szobában leleckedtünk, és akkor az anyukája odaült az ágya mellé, ugye a lányom akkor 31-32, és ameddig csak fönnbírtak maradni, beszélgettek. Már nem mesét mondtak, hanem beszélgettek. És hogy ezt miért hozom ide? Mert hogy Marikának az édesanyja olyan zseniális sütit tudott csinálni. Terészkének hívták, nem tudom miért,
az a süti, szóval tudjátok. És a barátom, akivel mindig lementünk, aztán minden évben elmentünk Hódmezővásárhelyre, hát tudjátok, már az úton legalább háromszor szóba hoztuk, de ő is, meg én is, a terészke. Tehát ott bele voltunk zúgva a terészkébe. Szóval az a süti, de itt van az í, nem, szóval. És képzeljétek el, hogy szóval itt most már jövök a maradandósághoz, hogy mikor a Marika meghalt, akkor eltemettem, akkor ott voltak a barátaink, meg mozgássérült, kerekesszékes, meg hát valaki nem is kerekesszékes, magát nem tudta. És akkor utána összeültünk egy kis torra, mondjuk így. És akkor ez a kedves ismerősöm odajön, azt mondja, te Feri, hát szóval ez a halál, ez fölfoghatatlan. Hát nem tudom fölfogni, hogy most a Marika nem él már. Hát ez hogy lehet? Hát mi jöttünk ide hetente háromszor, négyszer, ötször, hát teljesen az életünk része volt, hogy jövünk, és hát most akkor egyszer, és nem jövünk ide, és nem jövünk, és... És emlékszem, hogy sóhajtott azt, és tudod, mi az, ami a legfölfoghatatlanabb? Hogy nem eszek több terészkét. Hogy ezután úgy fog menni az életem, hogy nem eszek azt a finomat. És akkor elkezdtünk arról beszélgetni, hogy lehet, hogy azért egyszer lemennénk mi Hódmezővásárra. Már csak, hogy az örökérvényűség miatt, hogy a maradandóság egy kicsit megkérdezik, hogy... Abból a terészkéből még. És tényleg, hogy te komolyan úgy összeszaladt a nyál a számba, ez hihetetlen. És azóta nem ettem több terészkét. Nem. Azt se tudom, hogy tudja valaki a földön azt csinálni. Nem tudom. És akkor itt megélem azt, hogy de hát tulajdonképpen az én életemnek... visszavonhatatlanul része a terészke. Én így fogok üdvözülni. Na, képzeljétek el! Megyek a mennyországba, és ott lesz a Marika, az édesanyja, és az Istennek van humora, irgalmatlan sok terészke. Na, jó. Szóval, mennyi az idő? 13 perc. 13, nem 12. 12 perc van még. Igen. Egy másik lélektani szakember azt mondja, hogy itt hallatlanul vágyunk a rendre. A rendre, az örök érvényűségre olyan értelemben is, akár, hogy mondtam, hogy mindig a Stefánia, és mindig a Traubiszóz, és mindig a Terészke, és minden héten, és a vasárnapi ebéd, és annak az íze, és valaki elmegy az USA-ba, vagy elmegy Ausztráliába, és akkor 30 év múlva, és az az aranysárga húsleves. Itt meg csak a Big Mac van. Az aranysárga húsleves. Na, látjátok, hogy egy mennyire ínyenc vagyok, szóval én ezt állom. Körülbelül most jól is laktam, tehát már étterre nem bírok ránézni este, annyit beszéltem róla. És mit akartam mondani? Azt, hogy megvan akkor bennünk az, hogy akkor a rítus, vagy a rituálé, ott van, mikor elkezdünk rítusokat, akkor valahogy az örökké valóságot hozzuk be a rituálékkal. Ez nagyon szép. Azért is van egészséget őrző hatása a rítusoknak. Szóval... A rend. Úgyhogy akkor rend, és az minden évben, és minden látogatáskor, és mindig, mikor ott vagyunk, akkor ez van. És akkor azt mondja ez a lélektani szakember, igen, ez kétségkívül így van, de azért a szeretet rendetlen is. Hogy éppen a szeretetnek az az ismérve, hogy ha a nagymamám már nem tudja meghozni a Stefániát, akkor majd én hozom. Hogy néha olyan események történnek, amit nem lehet ezzel a megszokott renddel, az örökkévalóságnak, ezzel a rituális föntartásával valahogyan képviselni, vagy megélni, vagy megjeleníteni, és akkor valami egész más csinálunk. Hogy a szeretetnek, és akkor itt átéljük azt,
rendetlen, de mi a harmadik lépés? Hogy rájövünk, hogy tulajdonképpen a szeretet nem rendetlen, hanem van benne valami rendkívüli. Azon a renden kívüli, azon túlmutató, azt fölülmúló. Hát ezt... Valaki erre azt mondta, tulajdonképpen amikor rosszat teszünk, az mindig döbbenetesen sematikus. Mindig olyan... Szóval, hogy a rossz valami bődületesen unalmas. Mert mindig... A szeretetben mindig van valami, annak a tetteiben mindig van valami nagyon leleményes. Valami itt és most, valami kreatív, valami... Ez. Jó van. Hát, én ezt el fogom mondani, és akkor ihaj, csuhaj. Jó? Igen. Hát, ez annyi mindent akartam itt mondani, én szerintem nem. Mondjam, vagy ne? Vagy... Nem kell, ugye? Értjük ezt, mit kell? Na most, ha eddig nem értettük meg, most hova erőködünk? Ugye ez a... Csak még annyit, hogy... Ez a maradandóság, örökérvényűség. A harmadik széken rájövünk valamire, egy picit szeretném fölidézni nektek Ericssont. Nem a Milton Ericssont, akinek a könyvéből olvasgattuk, hogy beszél a klienseivel, ilyen zseniális fordulatok, hanem az Erik Ericssont. Hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen az életünk úgy van, úgy fejlődünk, hogy mindig bizonyos feszültségeket, ellentmondásokat élünk át. Akkor azt mondja, hogy kezdjük a bizalommal, hát pici gyerekként, és bizalom, ahogy szokták mondani, hát mi a másunk sincsen. Na, hát megyünk, anya. És közben pedig törvényszerűen a magzati korban, a csecsemőkorban egy-két év alatt átéljük a bizalom veszteséget. Vagy bizalom, na nem bizalom veszteséget, bizalom vesztést. A csalódást, ha ezt átéljük. Tehát a bizalom és bizalmatlanság élményei gyűjtjük be az első néhány életében. Vágyunk rá, és beteljesedik. Vágyunk rá, és kielégületlenek maradunk. Bizalom és bizalmatlanság, és bizalom és bizalmatlanság. És azt mondja, zseniális, és széltében, hosszában használják a modelljét, mert valami nagyon lényeget meglátó modell ez. Azt mondja, a fejlődésnek a kulcsa, nem az, hogy megőrizzük ezt a gyermeki bizalmunkat, mert az lehetetlen. Hát hogy tudnánk megőrizni egy csecsemőkori bizalmat? Úgy, ilyen nincsen. Igen ám, de van, aki a bizalomvesztések miatt megsérül, és úgy marad. Ő viszont teljesen el tudja veszteni a bizalmat. Azt mondja, a fejlődésnek a kulcsa, hogy úgy élem át a bizalomvesztésnek, a kielégületlenségnek, csalódásnak, az árulásnak, az elhagyatottságnak az élményeit, hogy közben, akkor leszek már 2 éves, akkor vissza tudok térni a bizalmamhoz, miközben tudom, hogy az néha vagy beteljesedik, vagy nem. Vagy megbízható lesz anya, vagy nem. De képes vagyok magammal hozni innen ebből az életszakaszból valamit. A bizalomnak a képességét. És látjátok, ez már egy érettebb bizalom. Mert úgy kezdtem, hogy bízok naívul. Kiszolgáltatott vagyok, és megbízható anyára van szükségem. 2 évesen azt mondom, bíztam eddig naívul, most már nem naívul bízok, mert tudom, hogy anya néha megbízható, néha meg nem. Ezzel együtt továbbra is fönn tudom tartani a bizalmamat felé. Vagyis megtanultam, mit kezdeni a csalódással és a veszteséggel, beleértve a saját bizalom vesztésemet is. Ami nem sodor el. És a fejlődésnek az a következő lépése, hogy megtanulok a bizalomvesztésnek ezzel együtt a következő lépésre jutni. És akkor átélem valamit az önállóságom, valami, hogy egyáltalán hogy az gyerek először kimondja, hogy én, hogy vagyok. Hát az anya és én, az nem is egy, nem is, hanem van különbség köztem meg anya között. Kedves ismerősöm azt mondta, hogy mikor iskolába mentem, még akkor is úgy voltam vele, hogy az volt a fantáziám, hogy anya tudja, hogy mi történt velem.
hogy neki azt nem kell elmondani. És nem értettem, hogy az anyám miért kérdezi meg, hogy na mi volt Peti? Hát hogy kérdezi? Hát az anya, hát ő tudja, hogy mi volt velem. Úgy fogta föl a kérdés nyomán, hogy hát hiszen nem, ő már nincs ott. Hogy nem vagyunk egyek. Hogy azért kérdezi meg, mert tényleg nem tudja. Ez egy élmény, valamikor megjön, ez, hogy vagyok. Hogy én vagyok. És ezzel szemben átéljük a szégyent. Hogy talán rossz vagyok, vagy talán nem kellene lennem. Hogy talán szerencsétlen vagyok, ügyetlen, béne. És akkor tudunk fejlődni, hogyha ezzel a feszültséggel és ellentmondásossággal együtt tudunk aztán élni, vagyis ez azt jelenti, hogy akkor is jónak, értékesnek tudjuk nem tartani magunkat, mert ez a fejemben van, meg élni magamat. Ez önbecsülés forrása. Pozitív érzelmi viszonyban vagyok saját magammal, az az önbecsülés. Akkor is fönn tudok tartani egy pozitív érzelmi viszonyt magammal, mikor már egyébként van elég sok élményem a szégyenről. Hogy megszégyenülök, hogy megsemmisülök, hogy nagy baj van, és hogy megnyílik a föld, és hogy valahogy végem van, és elveszett vagyok, és... Most nem akarom ezt végigmondani, de hogy itt vannak 8 lépés, ha van kedvetek, nézzétek meg, hogy aztán megérjük a kezdeményező képességet, az aktivitást és a cselekvő képességet, és mindennek az ellentétét is. A kudarcot, a vereséget, az alkalmatlanság érzését, a tehetetlenséget, és aztán serdülőkorban eljutunk az, hogy kezdünk magunkra találni, hogy most már nem vagyok olyan, mint apa, nem is leszek. Identitás szemben az identitás vesztéssel. És akkor jön a következő élményünk, átéljük ifjúként az intimitásra való képességet. Mert eddig a közelség nagyon a függőséggel volt átszínezett. Hát mert reálisan is, mert én pici voltam és kiszolgáltatott. Valódi mély intimitás két szabad lény között tud létrejönni. Ugye? Mind a kettő szabad, autonóm lény. És ezt tud a másik nélkül is élni, de úgy dönt, hogy nem fog. És akkor átélem azt, hogy igen, az intimitás, ezzel szemben pedig az izolációt. Hogy egyedül maradtam, vagy egyedül maradok. Hogy hiába van feleségem, néha azt érzem, hogy egyszerűen nem érti, hogy mi van velem. Hiába mondom, nem. Hát nőként milyen gyakran élitek ezt meg, nem? Hogy mondjátok azt, ha nem lenne barátnőtök, akkor... Annyi... És a, jó, na, itt vannak ezek az ellentétek. És mi a fejlődés? Hogy jutok el ide? Úgy itt átélem, hogy igen, átélem, hogy nem, az ellentétét, a fájdalmát, itt átélem a veszteséget emiatt. És itt egyszer csak azt mondom, hogy arra is képes vagyok, hogy képes vagyok őrizni az önazonosságomat, és képes vagyok azt el is veszteni. Ez nagy dolog. Nem csak annak a képessége fontos, hogy önazonos legyek, hanem az is például, hogy ha megházasodsz, akkor arra adod a fejed, hogy megváltozzon az önazonosságod. Mert ha te azt mondod, nem tudom én, mi van most, május 3, azt mondod, mondjuk május 7-én, hogy én mostantól kezdve feleség vagyok. Hát május 3-án még nem voltál az. Május 7-én lettél feleség, ez pedig az identitásodnak elég fontos része. Vagyis képes voltál elengedni a meglévő identitást, és egy új önazonosságra jutni. A stabilitásunk az, hogy valami örökérvényű, az abban az is benne van, hogy képes vagyok elengedni azért, hogy valami új szülessen, és közben valami megmarad belőlem. Valamit kétségkívül magammal viszek, de hajlandó vagyok mégis... Ezért van az életnek a közepe felé, tulajdonképpen a nagy dilemmánk micsoda? Ugye ezek az alapdilemmák. Az élet közepe felé, hogy már éltem annyit, hogy azt mondom, tudom én milyen az élet, mint a kiégettemben rutinból letolom, és nem tudok már megújulni. Ezzel szemben van a megújulás, vagyis az, hogy 40-50 évesen képes vagyok,
annyira emlékszem, tudjátok, hogy lelki atyám volt akkor 50 év, 51-2, és beszélgettünk, és látszott, hogy egyszer csak valami úgy nagyon magánál van, és azt mondja, de Feri, én még annyira készülök egy nagy dobásra. Ezt mondta. És aztán azóta csinált ötöt. Van, aki valahogy az élet közepén úgy megreked, és akkor úgy marad. A másik pedig megújul. Az élet közepén, mikor benne vagyunk, hogy toljuk az életet, a pénzkereset, a gyerekek, a szüleink is betegek már, ugye az egy nagyon nehéz korszak. A gyerekekről még gondoskodni kell, és a szüleinkről meg már gondoskodni kell. Az nagyon durva. Hát az pont 40-50 évesen van általában. Olyan nehéz lesz az élet, hogy alig bírjuk. Se idő, se pénz, se energia. És ilyenkor, na, hát ezzel fogom befejezni. Azt mondja, most egy párt rakok ide, pártot, párt. Most mindent összekeverek. Legyen ő a férfi, legyen ő a nő. Azt mondja, így szépen. Hogy lesimítottam a szoknyáját. Hogy hát nem csak, hogy bőrén itt. Hogy jött hozzám egy pár, ők. A férfi azt mondja, hát én tulajdonképpen nem tudom, hogy egyetlen elkezdjem-e mondani. Mert túl vagyunk családterápián, párterápián, önismereti cuccon, ezen, azon. Feleség nyúzottan azt mondja, ez így van. És nem tudom, hogy tudsz-e valamit, amit a terapeuták nem. Mert ha nem tudsz, akkor... Hát mit tudom én, mit tudnak a terapeuták? Ezt én mondjuk lélek jelenlétemnél maradtam. Nem kezdtem el ezen gondolkodni, hogy a terapeuták mit tudnak. De azon igen, hogy én mit tudhatok. És akkor megkérdeztem tőlük, hogy figyeljetek, akkor biztos, hogy csomó lélektani dolgot már átbeszéltek, meg minden, meg kommunikáció, meg én is unom már az egészet. Hogy mondjátok meg nekem, hát akkor nekem is kell egy szék, mert én vagyok a pap, értitek, a reverendás fekete alak. Egyébként megtaláltam a reverendám, képzeljétek el. Komolyan, mert egy olyan... Azt hiszem, 8 évvel ezelőtt oda ajándékoztam egy pásztorjátékra, és tényleg, és akkor valami fiatal fölvette a reverendámat, és utána kimosta nagyon kedvesen, és az bekerült egy, szerintem, ha jól emlékszem, egy spáros nejlonzacskóba, és ebből a nejlonzacskóba valahogyan, mint egy fekete lyukban eltűnt. És néhány héttel ezelőtt pakolgattam, mert valamit kerestem, és egyszer csak kezembe került, ha jól emlékszem, a páros nejlonzacskó, és kinyitván a két füle közti résen a reverendám kukucskált kifelé. Tehát megvan a reverendám, ha valakinek szüksége lenne egy reverendára. Most éppen nem hordom. És a... Tehát 8 éve nem volt rajtam egyébként. Hát minek az? Hát mi a római birodalomban vagyunk, hogy ilyen tunikába járkáljak? Azt mondja, szóval, de tényleg most meg már túl vagyunk az időn. Tehát akkor nem. Ha túl vagyunk az időn, nem. Rend a lelke mindennek, nem? Örökké valóságról beszéltünk, mindig végig. Kezdjük, befejezzük. Vagy csináljam? De lesz traubi. Na és akkor, de majd gyorsan, majd összerántom, úgy nem lesz annyira élvezetes, de megkapjátok. Akkor azt találtam kérdezni tőlük, hogy figyeljél, na vagy nem, azt nem mondtam, hogy figyeljetek, hát ugye figyeltek. Na, mondd azt, ami volt, Feri. És koncentrálj, mit kérdeztél? Igen. Azt kérdeztem, hogy de így ült, így. Hogy van-e olyan élményetek most is, amire azt mondjátok, hogy ez talán valamiféle spirituális tapasztalat. Találtak? 1, 2, 3,
négy. Találtak hármat, négyet, de fejenként elmondták, egyik se volt közös. Tehát tényleg a férfi mondta, ha, amikor egyedül kirándulok, nincs is annál jobb. Látjátok, próbáljuk a pozitív tartalmakat keresni, csak bebukjuk. És a feleség mondta, ha, amikor a barátnőimmel együtt csevegek, ha, nincs is annál jobb. Na, akkor, na ez így ment, és akkor nem volt közös élmény a spirituális jelenlegi tapasztalatok között. Szóval, hú, látom, ezek, megvan nektek az erőforrás, ez szuper. Van-e még valami közös? Közös. Egyszer csak láttam, a feleségnek megvan, férnek is megvan, és pillanat, tehát ez a pillanat varázsa, egymásra néztek, és pontosan tudták, hogy a másik is ugyanarra gondol. És akkor azt kérdezik, adj bennem valami, mert férj, most én mondjam, vagy te. És akkor egyszer csak a feleség 57 perc után kedves lett. Hát nem, addig boldogtalan volt, és egyszer csak... Persze lehet boldogtalanul kedvesnek lenni, de nála ez a kettő együtt ment. És akkor azt mondja, na mondd te, hát biztos hallani akart, hogy végre a férfi valami szépet mond. Na, ma ritka. És akkor a férfi meg lelkesen, igen, mondom. És akkor elmondta azt, hogy hát tulajdonképpen ez az együtt a spirituális élmény, hú, tizenvalahány év házasság után, hajnalban. Egyikőjük fölébred, valami, hát tudjátok, hogy ez a hajnali, ez a... már 40 fölött a férfiak fölébrednek ám olyankor. És akkor oda bújik a férfi a nőhöz, nagy kifli, kis kifli. És akkor azt mondja a férfi, hogy az a néhány perc, az a fél álom, ahogyan én akkor nagy kifli vagyok, és akkor ő a kis kifli, de néha fordítva van. Sose lehet pontosan tudni, hogy hogy. És akkor a nő azt mondja, igen, én is erre gondoltam, mikor ott fél álomba, úgy összebújunk, nagy kifli, kis kifli, hogy akkor sose vitázunk azon, hogy ki a nagy, ki a kicsi, hanem valahogy mindig úgy bennünk van, hogy na, ha te akarsz a kicsi lenni, legyél te. Jó nagynak is lenni. És hogy ez az néhány áldott perc, amíg aztán persze megint visszaalszunk, hogy ilyenkor sosincs szex, mert azzal is csak a baj van, de hát tényleg azt is mindig elszűrjük, már szörnyű, az is összes játszmánk része lett, de a kis kifli, nagy kiflit még sose toltuk el, sose szúrtuk el, nem égettük oda, nem zabáltuk föl, és hogy ilyenkor valahogy átéljük, hogy na, hogy mi még tényleg összetartozunk. És mind a ketten ezt átéljük, és eddig még tulajdonképpen annyira varázslatos volt, mert talán ez az egyetlen dolog, amit nem tettünk tönkre, hogy ezért nem is beszéltünk róla, nehogy valahogy bekerüljön a pusztulat világába. És azért akartam ezzel befejezni, mert ugye ebben ez a két szék, férjestül, feleségestül, három gyerekestül, idegösszeomlásostul, meg minden, tulajdonképpen a harmadik szék. Mert itt van a vágy, tudjátok, hogy magától, ez a pillanat varázsa, nekem semmit csinálni, és fogadj el, és itt van ez, csak úgy történjen meg, és éljem át, és elégüljek ki, és kötődjek, és itt van az, hogy vagyam már, azt se tudom, hogy tudunk majd élni, és itt hajnalban a kis kifli, nagy kifli, ez is egy ilyen fejtörő, vagy szájtörő, vagy nem tudom, nyelvtörő. Jó van, most már rögtön kijavítottak. Tudom, hogy nyelv. És a... hogy itt mégiscsak valamit átélek abból, hogy azért van abból valami. Nem vesztjük el teljesen. Itt átéljük, nincsenek szavak nélkül, egymás vágyát kitalálva. Hogy valami ebből meg tud maradni. Ezt gyönyörűnek látom. A szó sincs arról, hogy jön kiábrándult felnőttként itt a második sornál, azt mondjuk, jó, hát ennek vége, hagyjuk ezt. És hogy
Azt mondta a férfi és a nő egyaránt ezt mondta, hogy tulajdonképpen ezek tartják bennünk a lelket. Hogy ezt meg tudjuk csinálni. Hogy ezt nagyon szépek látom. Valamit innen áthozva, megmentve, megőrizve, tudva az összes tapasztalatot, fájdalmat, nyomorúságot, mégiscsak itt, de nyilván más minőségben. Szerbusz!